Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között. Mondta dr. Farsang Boglárka rendőr alezredes megbízott kapitányságvezető Hévízen, a Városháza dísztermében gyűltek össze települési és rendőri vezetők, a Fürdőváros rendőrőrségének állománytagjai, hogy közösen ünnepeljék a Keszthelyi rendőrkapitányság Hévízi rendőrőrs fennállásának 30. évfordulóját. Az ünnepségen értékelték az elmúlt 3 évtized munkáját, fejlesztéseit és eredményeit. A statisztikai adatok mindenképpen azt igazolják, hogy szükség volt erre a rendőrőrsre. Úgyhogy amikor 94. május 2-án megalakult az őrs, és örült a lakosság, akkor tulajdonképpen a rendőrség egy nagyon jó döntést hozott, és ezt igazolja is. Annak idején rengeteg volt a lakásbetörés, a nagy értékű gépjárműveknek az eltulajdonítása, ami gyakorlatilag a mai napra megszűnt. És most már csak azt kell nekünk elérni, hogy ez szépen fenn is maradjon. Pap Gábor polgármester mondott köszönetet a város előző polgármesterének, Vértes Árpádnak és a rendőröknek az áldozatos munkáért, a közös gondolkodásért, aminek eredményeképpen Hévíz közbiztonsága kiváló lett. Pap Gábor hangsúlyozta, hogy a város kezdetektől támogatja a rendőrösöt, biztosította kerékpárokat, gépkocsit, speciális egyenruhát is. Az anyagi támogatás mellett a vendégekkel való kommunikáció elősegítésére nyelvtanfolyamot szerveztek a rendőröknek. Ma egy turisztikai desztinációnál a kérdés egy vendégtől, hogy hova megyek és hova szeretnék menni, az első 3 kérdés között mindig bent van az, hogy milyen a közbiztonság. Most ez ebből a szempontból gazdasági kérdés is természetesen, azon túl, hogy a helyieket is természetesen közbiztonságban, rendben és fegyelemben kell tartani, és ezért is fontos Hévíz városának az, hogy Hévízen legyen egy rendőrőrs, a környező településeket is ilyen módon el tudjuk látni, és ezért is teszünk meg mindent annak érdekében, hogy lehetőségeinkhez mérten gyakorlatilag mindenben próbáljuk támogatni a rendőrös munkáját. Az országos rendőrprogramhoz csatlakozva pályázott Hévíz a rendőrös létrehozására. A 90-es években a város idegenforgalma nagy volt, mellette a bűnözés is. Nem volt kérdés, hogy a rendőri jelenlét visszaszoríthatja a bűnözést. A város által biztosított műemléképületben alakították ki, a helyi őrsöt és az önkormányzat biztosította az akkor országosan is egyedülálló fejlett technikát. A kezdetekre az első őrsparancsnok szívesen emlékezett vissza. Ez egy komoly rendőrös volt, több mint 20 fős létszáma, volt járőr, ügyelet, 24 órás ügyelet, körzetmegbízottak és nyomozók. Tehát egy szinte kvázi kis kapitányságként is fel lehetett fogni. Jó volt, nagy volt a lelkesedés, szerettek minket Hévízen, tehát mai napig gondolom, bár ugye most nem vagyok már benne, de a visszajelzések szerint jó, hogy lett itt törzs, a bűnözés valóban visszaszorult, gyakorlatilag teljesen biztonságossá vált a város. A 30 éves jubileumon a Hévízi őrs 3 dolgozója elismerést vehetett át. Az ünnepség állófogadással zárult, ahol dr. Vereckei Csaba, Zala vármegye rendőrfőkapitánya mondott köszönetet a hévízi rendőröknek.